Hogy élnek ma a hajdani nagynevű erdély familiák leszármazottai, milyen lehetőségeik, terveik, álmaik, emlékeik vannak? Erről hallgathattak meg az érdeklődők egy beszélgetést az Aranybulla könyvtárban, ahol Horog László moderálása mellett megismerhették a kiváló erdélyi közíró Csinta Samu, az Arisztokraták honfoglalása és az Erdély újranemesítői című köteteit. Érdemes és részemről üdvözlendő, úgymond együtt, egy nemzet tagjaiként, részeként kezelni az erdélyi arisztokratákat, az anyaországi, magyarországi arisztokratákkal. Egyrészt, mert gyakorlatilag mindegyik arisztokrata család rokon a másikkal, hihetetlenül sűrű és szövevényes a rokoni kapcsolat. Másrészt ne felejtsük el, hogy Magyarország történetének nagyon sok meghatározó egyénisége, fejedelme, az újabb korokban miniszterelnök és több tárca vezetője is erdélyi arisztokrata család leszármazottja. Csinta Samu könyvei kastélyok, arisztokraták és a történelem mesdjéjén kalauzolják el az olvasókat. A kötetek a szereplők elmesélése alapján születtek és dokumentumokkal alátámasztott valós tényeken alapulnak. Családokról, azon felül az utolsó 6,5 évtized történetéről szólnak regényesen, nagyon olvasmányosan, ugyanakkor hitelesen. Teljes mértékben egységesen kezelem ezt a történetet. Persze az erdélyi arisztokráciának mégiscsak megvan a maga külön erdélyi útja is, főleg azért, mert az 1944-45-ös, tehát a II. Világháború vége utáni menekülés gyakorlatilag két menetoszlopra osztotta a menekülő erdélyi arisztokratákat. Az egyik részük Budapestről visszatért, mert el akarta hinni, megítélésem szerint, a kedvező híreket, hogy minden rendben lesz és minden úgy lesz, mint korábban. A két kötet az itthon maradt aparokról, betlenekről, hallerekről, az új életet Európában vagy a tengeren túlon kereső kálnokiakról, mikesekről, telekiekről szól, akikben mindig megvolt a jellegzetes tartás, az értékelvű életérzés, amelyben a régiség nem kacat, hanem érték, és mindnyájukban felfedezhető az örökségtudat, miszerint felelősséggel tartoznak a közösségért.